Csak az autó teteje látszik ki a sáros vízből. Hatalmas erejű villámárvíz udult Jágónakra szombaton délután. Az amatőr felvételen látszik, hogy az esőtől szó szerint vízzel telt meg a település utcája. A falura 2,5 óra alatt 140 mm eső hullott. Ott látszik majd ott följebb a kerítésnél, a járda fölött 1 méterre volt a víz. A település polgármestere azt mondja, a földekről lefolyó vizet összegyűjtő árok pillanatok alatt lépett ki a medréből, esélyük sem volt megfékezni a villámáradást. Ezt se homokzsákon is, semmiféle olyan megoldás nincs, hogy ezt ekkora mennyiségű vizet kezelni lehessen. Itt ugye most majd újból árokotrást kell végezni, meg hát valamit vízügyi szakemberekkel kitalálni, hogy mégis milyen megoldások vannak arra, hogy még egyszer ilyen ne forduljon elő. Ugye ez az én praxisomban már harmadjára kaptuk, de ekkora víz még sose volt. Nem kímélte a villámárvíz a Tolna és Baranya megye határán fekvő Vásáros dombot sem. Ezen a felvételen látszik, hogy az út teljesen víz alá került szombaton kora este. Az autósok közül sokan félreálltak, mások pedig csak arra szólva mertek átmenni a több 10 cm mély átfolyáson. Kapos szekcsőn is kilépett a patak a medréből. Még vasárnap reggel is jól látszott a letarolt növényzet a partján. A víz az útra is ráfolyt, vastag sár réteget képezve azon. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, szombaton néhány óra alatt több mint egy tucatszor riasztották a tűzoltókat. 11 esetben fák dőltek ki utakra, gépjárművekre, háztetőkre, míg 4 esetben pedig vizet kellett szivattyúznia. Itt Dombavár tűzoltóinak kellett beavatkoznia Kercserégeten, ez Somogy megyébe található. A szóvivő szerint érdemes figyelni az időjárás előrejelzéseket, és a vihar közeleg fontos néhány tanácsot megfogadni. És a gépjárművekkel például a várható vihar előtt értelemszerűen nem a nagy fák alá megállni vagy beállni, valamint a házak előtt található vízátereszek, illetve csatornarendszerek, ezeket is folyamatosan, mint lakosok, megtehetjük azt, hogy a portánk előtt lévőket kitakarítsuk, kitisztítsuk. A meteorológusok szerint a következő napokban nem várható számottevő csapadék a Dél-Dunán túlon, így a hétvégéhez hasonló villámárvizektől nem kell tartani.